Most már hagyomány nálunk, hogy a bekísérő gyerekek különböző településekre érkeznek. Most olyannyira sikerült ezen akció megszervezés, hogy három település, Balatonkenese, Sopronkövesd és Gyömöre fiatalai kísérik be a csapatokat. És ugye most ebben a szezonban, a jubileum évében az is hagyomány nálunk, hogy a legendák végzik el a kezdőrugást. Az 50 év ezelőtti 63-as bajnokcsapatot most az olimpiai bajnokunk Englovics László képviseli a kezdőrugó körben majd, a kezdőrugásnál. A 83-as bajnokcsapatot pedig hát Burcsa Győz, aki az Eto és a Videóton legendája is, tehát ők végzik el a kezdőrugást. Az MLS és a Sporttelevízió által megkérdetett családbarát klub versenyben hát nagyon kimagaslan szeretnénk szerepelni, és ugye szokás szerint a családi szektorunk az működni fog, és ott egy játszóház kitelepül, animátor lesz, tehát a gyerekekkel is foglalkozik a mérkőzés alatt. Ezen kívül pedig ugyanúgy a május 31-ig tart az akciónk, hogy akik bélettel rendelkeznek, Eto bélettel, vagy megváltják a mérkőzésre a belépőjét, azok Győr 3 kiemelkedő szolgáltatójánál óriási kedvezményt kaphatnak a győri termális élményfürdőben, az Átkerben és az Eto Parkban található Extrém Parkban. Amit még ki szeretnék emelni, hogy a kapu mögötti egyik részen, tehát a vendégszektorral szemközti kapu mögött van egy kis mini lelátónk, ahol 200 szurkoló fér el, és azt beszéltük meg a klub vezetésével, hogy ezen alkalomból két iskolát megkeresünk, Győrbe a Fekete iskolát és a Lukács iskolát, és ott oda beengedünk 200 diákot szurkolni erre a mérkőzésre, úgyhogy a B-középünk is készül. Én bízom abban, hogy egy jó hangulatú mérkőzés lesz, és ezúttal is megkérem egyébként a szurkolóinkat, hogy az MLS nagyon szigorú lépéseket tett a rasszista bekiabálásokkal kapcsolatban, mert az elmúlt fordulóban is nagyon nagy pénzbüntetéseket kaptak együttesek. Szeretnénk, hogyha ha mi tényleg a sportszerű buzdítással hívnánk fel magunkra a figyelmet, és ezzel szurkolók támogatják a csapatot is, és a klubot is.